Én annyit szeretnék előjáróban elmondani, hogy a Laci könyveket is szokott írni elég nagy sikerrel, és azt gondolom, hogy a magyar jazz történet egyik avatott ismerője. Ő maga is zenél, ez ugye segíti azt, hogy egy olyan szemszögből lássa és akár interpretálja ezt az egész dolgot, ami még hitelesebbé teszi. És én minden alkalommal, ugye a Józsefvárosi Galériában vannak ilyen sorozatai, nem tudom, hogy lesz-e még. Én nagyon ajánlom nektek, hogy látogassátok azokat is. Néha játszunk ezek az alkalmak után, és akkor előbb odaérek, én minden alkalommal nagyon nagy élmény volt nekem, amit láttam. Bocsánat, ezt le kellett volna venni. Tehát nagyon nagy élmény volt nekem, amit láttam, és nagyon érdekesen tálalja akár a nemzetközi, akár a magyar jazz történetét is. Úgyhogy nagyon jó szórakozást kívánok, fogadjátok szeretettel. Halper László! A magyar jazz történet, ez egy nagyon izgalmas dolog, hiszen ugye a jazz az nem egy magyar vagy nem európai eredetű műfaj, de mégis Magyarországon nagyon hamar megjelent. A 20. század elején a magyar cigányzenekarok borzalmasan jó helyzetben voltak, mert a szórakoztató zene ebben a közép-európai régióban az gyakorlatilag a magyar cigányzenét jelentette. Most az első ilyen cikk, amit én olvastam, ami tökben arról szól, hogy ennek a zenei műfajnak nehéz, új és nehéz helyzete van, az 1908-as cikk, amiben azt írják, hogy hát bizony a magyar cigányzenekarokat, még CZ-vel, hozzáteszem akkor, hogy egy C betű CZ-vel írták, hogy a magyar cigányzenekarok vigyázzanak, ha az Amerikai Egyesült Államokba mennek, mert ott bizony a szerecsen zenekarok azok nagyon népszerűek lettek, egy új zene van, és hogy nagyon gondosan járjanak el a szerződés, nem tudom miben, hogy nehogy bajba kerüljenek. Tehát ez volt az a pillanat, a 20. század eleje, amikor tulajdonképpen a szórakoztató zenében megjelent egy konkurens. Na most a cigány zenekarok természetesen, mint mindenre, erre is nagyon rugalmasan reagáltak. De miért tudtak erre olyan nagyon rugalmasan reagálni? Ennek több oka van. Először is a cigány zenekarok belső zenei működése az nagyon-nagyon hasonló egy jazz zenekarnak a működéséhez. Mire gondolok itt? Ugye gyakorlatilag ugyanúgy játszották a maguk zenéjét, az a logikával, mint egy jazz zenekar játszik mondjuk standardeket. Mondjuk amikor például próba nélkül játszanak el egy számot, vagy akár próbával is, de amikor nem kifejezetten a hangszerelésen van a hangsúly, hogy mindenki tudja az akkordmenetet, és mindenki igyekszik úgy kísérni, hogy a másik hangszerrel ne karambolozzon, hanem jól szóljon együtt. Berkes Béla, aki egy nagyon-nagyon jó nevű primás volt a 20. század elején, angol királyi családnak is rendszeresen volt időszak, amit Londonban töltött és játszott, szóval egy komoly emberről van szó. 1912-es felvételében mutatok egy részletet, ez a Hicsi Kú című számnak az előadása. És Magyarországon 1925-ben járt a Chocolate Kids nevű formáció, akik azt úgy mondták akkor, ugye jobb szó hiány, hogy jazz operett zenekar, hát ilyen jazzes számokat, Ellington kompozíciókat is egyébként játszottak, és hát az egy, például egy nagyon fontos dolog volt, hogy ők tizenvalányan voltak, és játszottak valami 30 hangszeren. Tehát, hogy ez, ennek volt egy ilyen show eleme. Tehát ez nagyon fontos ezt látni, hogy a jazz az akkor egy abszolút szórakoztató zene volt, aminek, tánczene volt, aminek valahogy bele kellett épülni ebbe a közép-európai, hogy mondjam, kultúrába, ahol az emberek ugye mulatni akartak. Aztán egy később dolog, hogy ez Magyarországon is, hogy Amerikában a bebop korszakban ugye szimpati zenévé vált, sőt már tökve Benny Goodman ebben egy nagyon nagy úttörő volt, hogy aki először játszott ugye a Carnegie Hallban, hogy ülni kellett őt és hallgatni. És akkor ez egy nagy dolog, nem gondolt, hogy arra táncolni fognak. Szóval szóval a jazz az nagyon sok ilyen változás ment keresztül, és nyilván aztán későbbiekben, aztán Magyarországon is. Érdekes a következő három fiú. Legidősebb volt a Sándor, akinek a Patkány lett a beceneve gyerekkorában. És nyilván ez először egy olyan cikizős becené volt, de hát miután borzalmasan jó muzsikusok voltak, hát erről sem mindenki, hogy a Patkány Csend, mint az ilyen legenda.
Tehát a Sándor volt az idősebbi gitáros, és a most ugye kiváló hegedűs Kati Horváth Lajos édesapja volt az öccse, akinek lett tulajdonképpen a Kati beceneve, mert azt hitték, hogy kislányuk lesz, ugye a hasformájából akkor ott okoskodtak, hogy fiú lesz, lány, nem volt ultran, mindegy fiú lett, de a becenév az megmaradt, hogy Kati, és ők azért is lettek nagyon hogy mondjam, jó muzsikusok, hát Sándor az ugye brácsázni kezdett az apja nyomán, de anyjuktól kezdtek tanulni gitározni. És a Sándor és az a bizonyos Kati becenevű borzalmasan jól gitározott nagyon-nagyon hamar. Most ez egy nagy dolog volt, mert akkor ez egy új, ahogy az előbb említettem, ez akkor egy új értelmet nyert ez a hangszer abban az időben. És ebben az Arizonában a bizonyos Horváth Sándor volt például a gitáros. Amikor a Cifra György volt például a zongorista. Volt a legfiatalabb Patkány testvér, náluk jóval fiatalabb, tehát Sándornál és Katinál, Patkány Dezső, kis Patkánynak is hívták. Nekem még volt szerencsém hozzá feljárni. Nagyon-nagyon érdekes ember volt. Szintén zseniális figura. Benne az volt például, és ilyet megmondom őszintén, hogy nem tapasztaltam, pedig volt szerencsém egy pár borzalmaságú zenésszel játszani, meg gitárossal találkozni, stb. Ő egy olyat tudott, amit én azt gondolt, nem tudom, hogy a világon hányan tudtak rajta kívül, hogy ő bármit elgitározott, azt rögtön akkordallammal tette. Egyszer fölvettem úgy érdekességképpen, hogy a magyar himnuszt, hogy most nem fogom végig, csak hogy értsük ezt, hogy mit jelent, hogy mindenhez akkor. Na most, neki egy eszméletlen zenei memóriája is volt, és hát persze abszolút hallása. Akkor azt mondták neki, úgy mesélte nekem, olyan aranyos volt, azt mondja, hogy is becéztek engem azt, amikor úgy kedveskedni akartak? Ja, Kissintérnek. És akkor mondták nekem, hogy na akkor most Kissintér, akkor most szépen adunk neked pénzt, ez a 40-esek. Elmész délután 3 amerikai filmet megnézel, amikor akkor jöttek be, és nekünk szépen, amikor próbálunk, de vagy ilyenek volt, mondom, Cifra György, csak jártak hozzájuk, ugye mielőtt az Arizonába mentek, úgy igen. Azt mondja, szépen nekünk az hangnemben elénekled, az eredeti hangnemben, stb. És akkor mesélte, hogy akkor Cifra György harmonizált ezeket általában meg, és akkor ott bepróbálták, és ami a lényeg volt, hát ez is valami ilyen zené, mert egyszer megnézte a főnökét, és mentél, tehát, hogy ami a lényeg volt, hogy este az Arizonában azoknak a számoknak meg kellett szólalni. Sajnos a magyar zenei életnek azért nagyon nagy vérveszteségei voltak azok, akiknek el kellett, vagy jobban tették, ha innen elmentek. Szóval ez sajnos végigkíséri ezeket a történeteket. Volt egy Ernst Nagynak hívott magyar számos ember, aki a magyar, igen, az amerikai magyar nagykövetségen, nem, Magyarországon lévő amerikai nagykövetségen dolgozott, és arra gondolt, hallott, hogy itt van rendes jazzelés, hogy ezt föl kéne venni, és titokba kibérelte a hanglemezgyárnak a stúdióját, és felvételeket készített az akkori vezető jazzzenészekkel, aminek nagyon kalandos sorsa lett, mert ugye ő ezt kijuttatta Amerikába, kicsempésztette két a követségen dolgozó emberrel, de közben kitört a forradalom. Most Willis Canover műsorában, ugye az Amerika Hangja Rádión, volt ez a bizonyos jazz óra, amiben november 23-án játszotta le Willis Canover ezeket a felvételeket, méghozzá úgy, hogy nem merte bemondani, hogy kik játszanak rajta, nehogy bajt okozzon azoknak, akik játszottak. Be is mondja egyébként a műsor elején, hogy nem tudjuk, hogy ezek a... És behívott ilyen nagyon-nagyon híres jazz zenészeket, a Quincy Jones, Jerry Mulligan, hogy kommentálják ezeket a nagyszerű magyar muzsikusokat. És bemondta, hogy nem tudjuk, hogy ezek a fiúk élnek-e, hol vannak, hallgatják-e ezt a műsort, tudják-e hallgatni, de minden esetre a figyelmükbe ajánljuk, hogy a zene nemzetközi nyelvén most ők tulajdonképpen tanulságot tesznek amellett, hogy van szabad gondolat Magyarországon, és stb. Stb. És most egy olyan felvételben mutatok bele, aminek az a cím, hogy Sztálinváros blues. Volt bizony
az 50-es évek végén egy olyan zenekar, hogy Magyar Rádió tánczenekara. Ebből lett aztán a Stúdió 11, és ezt 61-ben feloszlatták sajnos. És Fekete Pisti barátom, édesapja is, Fekete János is tenor szaxofonozik benne. Én azt gondolom, és ezzel a felvétel fogok búcsúzni, ez 1960 szilveszterén, tehát 60-ról 61-re fordult szilveszterén készült. Ezzel azt akarom illusztrálni, hogy ez a rengeteg jó zenész, rengeteg jó zenekar, akinek a töredékét tudtam most persze megemlíteni, hogy milyen színvonalon játszott ez a háború előtti generáció, ezt azért ki kell, hogy emeljem. Tehát azért azok a zenészek, akiket most fogunk hallani, azok ugye a háború előtt szocializálódtak, akkor tanultak meg a hangszereken játszani, és azzal együtt, hogy sokuknak sajnos innen azért Isten igazából ahhoz, hogy valamilyen szinten kibontakozhassanak, el kellett menni, de még akik maradtak, azok is nagyon-nagyon nagy erők voltak. Hát én azt mondom, hogy ez önmagáért beszél. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket és a megtaláltatokat.